Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Hanze hétfő újabb adása. Szervusztok! Én Pindbun Péter vagyok, és ez itt kollégám Radványi Attila. A mai adásban összefoglaljuk nektek itt a decemberben még elérhető akciókat, szolgáltatásokat, fogunk beszélni egy horvátországi oktatásról, és egy kis sneak peekbe is betekintést engedünk egy 388-as Hanze modellnek az érkezése, a szervizcsarnokban történő fogadása. Ez az, ami a mai adásban vár benneteket. De mindenek előtt engedjétek meg, hogy megjegyezzem, mi jól vagyunk, egészségesek vagyunk, tesztelünk folyamatosan, itt az irodában is figyelünk az előírt egészségügyi szabályozásokra, hogy benneteket mindig kiszolgálhassunk. Amit szeretnék nektek első körben megjegyezni, az a december 31-ig még mindig fennálló Early Bird 50%-os csomagkedvezmény. Ebben a csomagkedvezményben 315-östől egészen 588-as Hanze modellig rengeteg olyan egész csomagra vonatkozó 50%-os kedvezményt érvényesíthettek, amivel még a jövő év elején, hogyha ez a megrendelés megtörténik, a hajó gyártásba kerül, így a szezon elejére el is készül, tehát ne maradjatok le erről a lehetőségről, ne halasszátok el. Illetve nagyon fontos még kiemelni azt, hogy a szerviz hangárunk, a szerviz csarnokunk, az gyakorlatilag egész télen működik. Tehát azok a munkálatok, amiket szeretnétek elvégeztetni a meglévő hajótokon, légkondi beépítés, orsugár beépítés, akár a téliesítés, ha még elvattok vele késve, akkor kezdhelyen a szerviz csarnokunkban kollégáink fogadják a megrendeléseket. Keressétek őket a service@hanzehungaria.hu-n, service@hanzehungaria.hu. Le voltunk Horvátországban vizsgázni most pénteken, és egy pár mondatba számolnék be a horvátországi helyzetről, illetve hogy mire kell figyelni, hogyha most Horvátországban utazok. Az első és legfontosabb dolog, hogy lehet utazni Horvátországban üzleti célú utazás során. Ennek kétféle lehetősége van, az egyik az, hogyha egy rendezvényre utaztok el, akkor onnan kell ugye meghívót kérni, és amikor Horvátországban regisztráltok be a belépéshez, ami ugyanúgy kell, akkor ott az üzleti utazást kell, mint utazási indokaként megadni, illetve letölthető a koronavírus.gov.hu-ról egy igazolás, ami az üzleti célú beutazásra kell kitölteni. Ez elvileg arra szolgálna, hogyha egy külföldi jön Magyarországra, ezt töltse ki, de hogyha mi utazunk ki és jövünk haza, akkor ugyanezt ki kell tölteni. Amire oda kell figyelni, hogy nálunk is a vizsgánál a hatóságnak, horvát hatóságnak a segítségét érdemes kérni, tehát nekünk is a kikötői kapitányság az megoldotta azt, hogy nem csak a papírt kaptuk meg, vagy töltöttük ki, hogy hazautazás, tehát hogy üzleti célra voltunk ilyen, és jövünk is egyből haza, hanem például megkaptuk a jogosítványt mellé, illetve akik vizsgáztak, egyből megkapták mellé a jogosítványt, tehát igazolták azt, hogy nem voltak vizsgázni, illetve megkaptunk egy névsort is, hogy kik voltak lent aznap vizsgázni. A horvátországi helyzet egyébként teljesen érdekes, és nem az, hogy érdekes, hogy a mostani itthoni helyzethez képest felügyülés. Amire Horvátországban oda kell figyelni, az az, hogy a maszkhordás éttermek zárt tereiben, üzletekben kell, tehát ott kell maszkot hordani, viszont az utcán nem kell maszkot hordani, illetve a vendéglátóhelységek kert helységeiben sem kell maszkot hordani. Tehát azt lehet mondani, hogy egy kicsit felszabadult a hangulatban, részenik ott át az emberek a koronavírus, nincsen akkora probléma, mint itt. Erre figyeljetek oda, ha valamelyik őtöknek bármi kérdése van, akkor az oktatásunk@hanzehungaria.hu e-mail címen nyugodt szívvel is éleket tegyétek föl. Thank you.
Megérkezett egy új 388-as Hanze. A nap süt, ragyog, itt vagyunk a szerviz hangárunkban, betoltuk a hajót, készül fel a vízvetételre. Ebben benne van az algagátlás, az orrsugár beépítése, a teljes felkészítés az ügyfél számára. Amit nagyon szeretünk ebben a hangárban az az, hogy egész télen bármikor dolgozhatunk benne, tehát hogyha van olyan hajótok, amit még szeretnétek téliesítés alatt, vagy téli munkákkal kapcsolatban hozzánk hozni, azt itt megtehetitek, mert ahogy majd látjátok kívülről is, bőven van hely, és itt a téli munkákat bármikor el tudják a kollégák kezdeni. Egy kis műhelytitok, megérkezik hozzánk egy hajó. Amikor megérkezik egy hajó, akkor ezeket a belső látványokat, ezeket a belső elrendezéseket, nekünk ez a legfontosabb része a munkánknak itt, a keszthelyi bázisunkon. Az, hogy ez ne csak egy eszköz legyen, ne csak egy tárgy, hanem egy olyan megvásárolt álom, amiben amikor az ügyfeleink legtöbbje belép, akkor valami teljesen magával ragadó érzés fogja el őket. Mi ezért dolgozunk itt nap mint nap. Azért, hogy ez a káosz, amit itt láttok, ez egy rendszerré alakuljon. És a Hanzénak gyakorlatilag ez az egyik olyan eleme, amit egyedüli kereskedőként tud megtenni a Balaton körül. Az, hogy egy kikötőben hangárral rendelkezünk, az egyedi. És ez lehetővé teszi azt, hogy bármikor, amikor télen érkezik egy hajó, akkor ezt az álmot valóra láthatjuk. Amikor Keszthelyen jártok, akkor ne felejtsétek el a keszthelyi jakkikötőben felkeresni az itteni Hanze irodánkat, ugyanis itt is fogadunk benneteket, hogyha szeretnétek anyagmintákat nézni, összeállítani egy Hanzét, akkor azt itt is megtehetitek. Keressétek a szervizmenedzserünket, Körmendi Józsefet, nagyon szívesen segít olyan kérdésekben, amiket akár itt meglévő 348-as, 388-as modelleken meg tudtok nézni, érdeklődni, és hogyha van további olyan értékesítéssel kapcsolatos kérdés, amiben pedig szeretnétek tovább lépni, akkor Budapesten, a Rubin Hotelben találtok meg minket. Itt a Hanze 388 bemutatója után még kiemelném nektek, hogy a hanze.hu-n elindul a használt hajókkal foglalkozó aloldalunk. Érdemes itt folyamatosan figyelni, hiszen mindig újabb és újabb megbízható forrásból származó 1-2-3-4 éves modelleket fogunk nektek kínálni. Ezeket a hajókat a Hanze Hungária importálja, készíti föl eladásra, ami azt jelenti, hogy a márkakereskedés és a mögötte álló szervizbázis ugyanúgy kiszolgálja a használt hajókkal foglalkozó piacot, mint ahogyan az új hajókkal is. Ez nagyon fontos azoknak a vásárlóknak, akik most döntöttek hajóvásárlás mellett, de nem újat, hanem használtat vásárolnak, mert még nem érzik úgy, hogy egy új vásárlása lenne számukra a célszerű. Én azt ajánlom, hogy ha bármilyen kérdésetek van, ami használt hajóval kapcsolatos, vagy van eladó használt hajótok, amit szeretnétek újraértékesíteni, mert egy új Hanzét vásárolnátok, akkor ne habozzatok, írjatok nekünk az infokukat hanzehungaria.hu-ra, illetve keressétek föl hetente a hanze.hu-t, mindig frissülünk. Sziasztok! Sziasztok!